A Magyar Kultúra Napját több mint két évtizede ünnepli együtt Nagyvárad és Berettyóújfalu. Ha Nagyvárad a nap, akkor Berettyóújfalu a hold, írta Konrád György, de ebben az esetben ez nem igaz. A 90-es években Berettyóújfalu mutatott példát arra, hogy nem felejtette el a közös örökséget. Itt már a kezdetektől ragyogott ennek a jeles napnak a sugara. Aztán éveken át, január 21-én Berettyóújfaluban, 22-én pedig Nagyváradon ünnepel. Idén azonban elmarad a szomszédolás. A szeptemberi önkormányzati választások után Romániában a Bihar megyei tanács döntése nyomán a Várad kulturális folyóirat szervezeti önállóságát és munkatársai felét elvesztette. A távozó főszerkesztő ezért is tűnik fel a filmben. Juhász Gyula Mézes Kalács című verse a Körömvirág együttes előadásában szólal meg. A zene és a fotók Kocsis Csaba munkája. Mindezt Berettyóújfalu szülő Gál Csaba rendezte egyé. A közös munka azt bizonyítja, nem áll meg az élet sem Münchenben, sem Nagyváradon, sem pedig Berettyóújfaluban. Az alkotók búcsúznak a Várad folyóirattól, és bíznak a holnapban. Semmi más, szívküldi szívnek, emlékszem Tamás, magyar szegénynek, végföl támadás, szívküldi szívnek, remény Tamás, a neked esti vását hallgatom, és ott vagyok a régi Váradon. Piros holnapra szürké jött a mam, s elhalt szívünk száz büszke dallama. Egy szó, egy szín, már nincsen semmi más, szívküldi szívnek, emlékszem Tamás, magyar szegénynek, végföl támadás. Szív küldi szívnek, remény Tamás. Egy szó, egy szín, már nincsen semmi más. Szív küldi szívnek, emlékszem Tamás. Magyar szegénynek, végföl támadás. Szív küldi szívnek, remény Tamás. A végbolondból lett most búzsbolond, s magyar jóskánk még árvában bolyong, de lesz még egyszer ünnep és kalács, magyar szegénynek végföl támadás. Egy szó, egy szín, már nincsen semmi más, szív küldi szívnek, emlékszem Tamás, magyar szegénynek, végföl támadás, szív küldi szívnek, remény Tamás. Egy szó, egy szín, már nincsen semmi más, szív küldi szívnek, emlékszem Tamás, magyar szegénynek, végföl támadás, szív küldi szívnek, remény.